De itt éjszakai sülni élet van. Én hajnal a 2-3, 2-kor feküdtünk le, hát még olyan forgalom volt itt. Minimálisan azért hallatszik. Folyamatosan építkeznek, ott szembe is például. Folyamatosan várvány néznek, mi mindig vannak daruk. Tényleg évről évre máshogy néz ki a város. És itt átsétálunk, és ott jön a metró. Külön van vasút is, de ez ilyen földfeletti metróvonal. Pont itt a szálloda mellett van, és ilyen hűtött átjárókon lehet átjutni. De be van klimatizálva az is. Nagyon durva. Minden. Nagyok a távolságok amúgy. De tényleg tegnap is bementünk, 2 metró megállót mentünk meg, vettük a hetes bérletet, az körülbelül 10.000 forint volt per fő a korlátlan hetes bérlet. És elmentünk arra, a Marina Bay-re, ahol a jaktok vannak, meg az a mesterséges nagy tó. Utána lekéstük az utolsót vissza, mert nem figyeltünk, és 11:30-kor volt az utolsó járat, taxival jöttünk vissza, azt az is volt, vagy egy 6 kilométer, tényleg ilyen kacskaringósan, de végül is összesen azért is 2200 forintot fizettünk a taxiért tegnap este is. Tök jó kis kondi van. Dubai Frame, az arany képkeret 2018-ban nyitott meg a látogatóknak. 250 méter magas toronyban áll, amit egy 93 méteres hosszú híd köt össze, középen üvegpadlóval. Az épület egy múzeum, mely Dubai fejlődését mutatja be, halászfaluból nagyvárossá. Dubajnak a régi város része van. Dubai Frame-en vagyunk fönt, ami elválasztja a régi Dubajt a modern új Dubajtól. Köszönöm.
szembe a Burj Khalifa. Most átértünk a világ legnagyobb bevásárlóközpontjába, Dubai Mallba, ahol 1200 üzlet és számtalan étterem található. Híres vízesés fal és az egyik legnagyobb akvárium is megtalálható. Majd a Mallból kiútva, ahol szó szerint két alkalommal is eltévedtünk, megérkeztünk a mesterséges Burj Khalifa tóhoz. Yes? A Dubai Fountain a világ legnagyobb szökőkúcsúja, ami este fél óránként új műsorral érkezik. A két focipálya méretű rendszer 152 méter magasra is fellövi a vizet. Az építési költsége 218 millió dollárból épült 2009-ben.
Video. Nézd fel! Hát napi szinten... Igen, napi szinten mást vetít. Nem régiben napokban volt a magyar zászló is kivetítve. Igen. Ünnepnapot kiszokták. Oké. Okay. Még felveszünk az egészet. Kisétálok a sztráda közepére. Thank you.